Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vehette át június 27-én a Magyar Szabadságért díjat, amit minden évben olyan személyeknek ítél oda a kuratórium, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyarságért. Böjte Csaba testvér a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójaként tevékenységével, bátor kiállásával meghatározó módon hozzájárul a magyarság szellemi és erkölcsi értékeinek ápolásához, életben tartásához, mind az anyaországban, mind a határainkon túl. Áldozatos szolgálata nyomán kilátástalan helyzetben élő gyermekek kapnak esélyt egy értelmesebb, boldogabb életre Isten szeretetében, állt a díj indoklásában. Az elismerést a Gödöllői Szent Háromság templomban megtartott ünnepségen Gémesi György, a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Koltai Gábor, a kuratórium tagja adta át. A filmrendező méltató beszédében azon honfitársaink közé sorolta Böjte Csaba testvért, akik a történelmi viharok, változások között is szilárd példaként állhatnak mások előtt, akik újra felemelkedést hozhatnak ebbe az országban, mert nem hagyják elveszni értékeinket. A legteljesebb tisztelettel és megbecsüléssel kell szólnunk azokról a honfitársainkról, akik a 20. század legutolsó rendszerváltozását követően sem hagyták elaludni a tüzet, sőt, hozzákezdtek legalább fél évszázados történelmi lemaradásunk okozta elmaradott körülményeink és lelki sebeink gyógyításához. Böjte Csaba testvér életműve a 21. század elején olyan messzevilágító példa számunkra, amely azt bizonyítja, hogy igenis van remény. Nincs megoldhatatlan és leküzdhetetlen élethelyzet, s a legdrámaibb körülményekből is fel lehet állni, ki lehet egyenesedni. Kedves testvérünk, munkálkodásod alapvetően az erdélyi magyarság megőrzését, a jövő generációinak nevelését, tanítatását, mély magyarságtudattal átitatott, családszerető felnőtté válását szolgálja, akinek erős hitre, akarata, de legfőképp becsületes és tisztességes, sohasem kirekesztő, hanem saját maguk lelki épülését szolgáló életszemlélete, szerencsés esetben soha meg nem ingatható és büszkén képviselt nemzettudata lesz. Böjte Csaba köszönő beszédében arról osztott meg egy példát a hallgatósággal, hogy mit is jelent az adakozó emberek segítsége a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkáján keresztül. Elmondok egy nagy örömet önöknek. Képzeljék el, múlt héten meghívtak Miskolcra, Debrecenbe, Egerbe, Szegedre, Kecskemétre, tartsak előadásokat. Elvállaltam. És van egy lányunk, szóltam neki, hogy nem akar eljönni. Ez a lány, hát most 28 éves, és hát doktorál kint Angliába, pszichológiát végzett Kolozsváron, és 5 éves korába került be hozzánk. Olyan döbbenetes élmény volt, hogy mondjam, a mikrofont közben odaadni neki is, folytatott a gondolatot, ahol én abba hagytam, és együtt hirdetni Isten igéjét. Ez a lány, ő saját szavaival elmondott mindenki előtt, hogy nem volt, amit egyenek, nem volt ablak házon, hideg volt, tél volt. És azt mondja, 95-ben úgy gondolták, akkor olvasták valahogy, hogy talán el lehet adni a gyerekeket. És akkor elmentek a városba, keresték, hogy kivenné őket meg. Aztán elmentek az árvaházba is, megnézték, hogy ott mi van, és látták, hogy mindenkinek a haja le van vágva, és külön vannak a testvérek. Azt mondja, megölelték egymást, sírtak, hogy hát mi lesz velük. És írtak egy levelet, és abban a levélben azt írta az egyik, ez a kislány, hogy papácsi, vigyen el engem innen, mert én itt meghalok. A levelet elküldték a püspöknek. A püspök elküldte nekem, és én elmentem ki abba a székely kis faluba, és megkérdezte a gyerektől, akarsz-e tanulni? És mondta, igen. És akkor így vittem el Dévára. Leérettségedett szépen. És ugye végig első tanuló volt az egyetemen, pszichológiát végzett Kolozsváron a Báb és Bója, és úgy küldték el Angliába. Most harmad évet
végzi. És elmesélte ő, hogy sajnos odahaza maradt még két féltestvére, és egyik se járt egy napot se iskolába, nem tudnak írni, olvasni. És elmondta, hogy leülnek beszélgetni, és nagyon nehéz. Testvéreim, ez jelenti a segítség, ez jelenti a tanítás. A rendezvényt Antal József egykori miniszterelnök özvegye, Klára asszony is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepi műsorban Annus Réka és a Csenderes együttes működött közre.